Ki az a rettenetes Csíkrágói Zaddám? Hát ő maga. Professzor úr, kezdjük a legelején. Hol látta meg a napvilágot? A Budapesten, a Bába Képző Intézetben, ami a Rök Szilárd utca 33 volt, 1935. december 16-án. Nézd, szép hazám! Én nem tudom, mi vár ránk. Démon sarkal? Vagy angyal kezeint? Gondolom néha főleg aszerint, hogy süt a hold, s mit hoz majd a karmánk. Csak azt tudom, hogy sóvárgon kívánnak, bár csonka vagy ostoba is lökött, mint kibe 20 trianon költözött, s így leghőbb vágyad kis rejtett privátlak. Egy görög sziget kéne, mintha Árpád apánk egy kicsit lejjebb, távolabbra vitte volna az ezer éves bandát, hol félig ébren, s félig álmodozva hazát találnál bennem, s én te benned. Együtt halnánk, szerelmembe, szerelmed. Nos, hát megérkeztünk január 1-én reggel 6 órakor a repülőtérre, és emberek kiszálltak előttem a gépből, és utána jöttem én, mint utolsónak. Volt rajtam egy sárga bőrcipő, egy piros zokni, egy zöld nadrág, egy kék felsőkabát, és ahogy lépek ki a gépből, egy nagy, magas amerikai pacák így rám néz, elkezd nevetni. You look funny. Ami úgy azt jelenti, hogy maga viccesen néz ki. Mint lexikográfust tartanak csomóan számon, emiatt a könyv miatt, aminek az a címe egy amerikai idiomák szótára. Ez egy derék 600 oldalas könyv, és van benne 8500 idióma. Márai Sándornak van egy nagyon szomorú, öncitikus mondata, mint magyar írónak, és szól, a magyar irodalom van, létezik, de nem történt meg. És ezzel azt kellett érteni Márai Sándornak, a magyar irodalom létezik, de nem történt meg, hogy miközben a világirodalom nyelveit korabeli fordítások özönre támasztotta alá, ez nálunk nem fordult elő. A mi embereink, Vörösmarditól Petőfin keresztül Arany Jánosig, fordították ugyan a világirodalom különböző darabjait, de az ő műveiket ritkán fordították franciára, németre, oroszra, vagy latinra, és ez egy egyenlőtlenséget hozott létre. Büszkének kell lennünk arra a hatalmas teljesítményre is, ami ez az In Quest of the Miracle Stag, a csodaszarvas nyomában című monumentális antológia, ami a magyar diplomáciának az alapkönyve kéne legyen, hiszen a magyar költészetet tálalja több mint 2500 oldalban egy gyönyörű, reprezentatív kiadványban, mint világhírű nyelvész, mint a magyar kultúra egyik legfontosabb diplomatája, és akkor persze mindezek fölött maga az alkotó, aki számos nyelven ír verset, de elsősorban magyarul, és egy elképesztő költői teljesítményt tett le az asztalra. Próbálok olyan verseket írni, amilyen még nem volt. Hogyha valaki Petőfi stílusát kezdi utánozni, és azt saját verseinek hívja, az szerencsétlenül jár, az előbb-utóbb az idő kiszórja. Annak szabad verset írni, aki úgy ír, mint ahogy Picasso festett. Keresni kell a mélyebbről fakadó intuíciót, és nem arra gondolni, hogy na most ezt egy prózába is megírhatnám. Ami versbe jön, az vers. És ez akkor is így van, hogyha fizikai nehézségekkel szemben kell ezt végrehajtani. Aztán, ha versbe fogni mernél, téglákkal ragd meg zsákodat. Behuny szemekkel harcba menjél, s ha kell, vakítasd meg magad. Mondom, ha versbe fogni mernél, sebekkel mard magad körül. Vagy hegyet hordva énekeljél, ha félsz, hogy tested félredül. Arra nyari rendben.